Ho-ho-ho-ho-ho, kedves nézők, csoda! Azt kell, hogy mondjam, csoda, ami történik. Ugyanis elkezdődik ismételten a G2, illetve a Rocks Tigers első összecsapása, 0-0 az állás. Nem változtattak ugye a hősökön, minden marad ugyanaz, csak ugye, mivel lejárt már teljes mértékben a pause time, ezért teljes mértékben újra kellett a játékot csinálni. Így az első gyilkosság sincs meg tricken. Miközben egy G2-s invázió szerűség, aki a saját dzsungelében megállnak. Üdvözlöm közben a nézőket ismételten, és téged is, kedves Edi! Időközben már Darcig is megérkezett a stúdióba, tehát szenzációs. Egyre többen és többen vagyunk, és bízunk benne, hogy most már semmiféle technikai gond nem lesz. És az elődöntők, majd ezek után a döntő, hát gond nélkül fog lezajlani. Szervusz, Buci! Újfent üdvözöljük a nézőket. Fél egy van, ja nem, 3 óra múlt. B.O. 3-as szériát láthatunk, azon belül is igen, ahogy mondtad, az első mérkőzést. A második percben de két járunk. De két és fél óra szünet. És nem volt még szünet. Nem, még nem volt pontosan. Igazából most akkor minden percnél elmondjuk meg azt, hogy nézd már, 5. percre elértünk, és még nincsen szünet, és még. A pengecsőrök is megjelennek. Ó, hát a szarvas, ez a vadász les, innen a szarvas oldalából láthatjuk, ahogy Sven, Miti, Sangyun, illetve Ki kiérkeznek az ösvényre. És most, hogy már Jinnek van ugye Vérhold kinézete, így lehet kombózni az alsó ösvény skin párbaját, Vérhold Jin, illetve Vérhold Thresh. Nagyon jól fognak kinézni egymás mellett. Jó a nyúzás Svenre, így a cserét. Ilyen szépen kezdeményezi a Rocks Tigers. Wow. Itt vagyunk. El se hiszem egyébként, hogy itt vagyunk ezen a mérkőzésen. Igen, elég furcsa, hogy ma még mérkőzést láthatunk, vagy legalábbis ezt a mérkőzést. Igen. Lehet kombózni az alsó ösvényen, ugyanúgy. Mm-hmm. Ahogy mondjuk Sven és Miti párosát nem lehet kombózni. De azért csereberélni lehet mindenképpen, ahogy Expect és Lindarang is ezt teszi a felső ösvényen. És kíváncsi leszek, hogy most, ugye az előző mérkőzésen már, aki emlékszik rá, ugye igazából nem nagyon tudott rajta ütni egyik dzsungeles sem. Egyik ösvényen. Trick volt az, aki talán kicsit agresszívabb. Igen. Volt. Míg Sangwan tudta utána majd elhozni a gyilkosságot a Rocks Tigersnek. A csere egyébként a középső ösvényen is szép. Itt Miki volt talán egy picit dominánsabb, főleg azok után, hogy hazaküldte Perks-t párszor az előző, hát első játékban, vagy az első próbálkozásban a játékhoz. Míg egyébként tárgyakban is ugyanazokat választották a játékosok, ahogy nézem, mint amivel érkeztek az első próbálkozásnál. Viszont azt hiszem a sárkány, az talán nem hegy sárkány nem, volt. Nem, pokoli sárkány volt. Pokoli. Na hát abban már mindenképpen változik a játék, hogy így nem a bónusz sebzés, hanem a tornyok, illetve nagy célpontok elleni támadást erősítheti majd az a sárkány. Felső ösvényen trick. Nagyjából így kezdte az előző mérkőzést is, hogy megpróbáltak Lindarangra egy rajtaütést eszközölni, viszont nem nagyon megy előre Lindarang. És nagyon sok időt veszít ezzel trick, haza is kell menni. Igen, ezzel szemben Sungwan az, aki tudja folytatni a dzsungeles útvonalait teljes mértékben. Kitakarította a dzsungelét, és ugye már egy sutyarákot is elhozott, majd próbál ellen dzsungelezni, de erre egyből érkezett a ping, úgyhogy az ő mozgását, vagy legalábbis az irányát, azt látja a G2 csapata. Itt is van trick, jól csúszik az alaptámadás szép, majd utána Sang-Hong lehetne bajban, ha nem lenne bizony egy fresh lámpás, így ki teljes mértékben ki tudja menteni kis cicust az ellenfél dzsungeléből, és egyébként nagyon jó az agresszív őrszemjáték, köszönhetően annak, hogy szeretne Sang-Wan még tovább ellen dzsungelezni, minden jófajnál minden olyan táborra rálát, ami neki fontos, és az egész déli dzsungelt berátja most a Rocks Tigers a G2 ellenében. Igen, abszolút. Így ugye azt is láthatta, hogy Trick az alul a kis gólemeket üti, és azt is látja, hogy most hol van, meg is érkezik rá. Ujjjjjjj, Trick kapja a sebzést, majd utána vissza válaszol még, de nagyon jó a lekötés, és az első gyilkosságot elhozza bizony Rengar. A bola az mindenképpen egy kulcsfontosságú képesség volt.
illetve a bónusz kis gyógyítás. Igen, és igazából ugye a mérkőzés csak annyiban változott, hogy az első gyilkosságot most nem a 8.-9. percben hozták el, hanem már ugye a 6. legelején, viszont ugyanúgy Trick volt az első gyilkosság áldozata. Csak ugye akkor Cassiopeia szerezte meg ezt, nem pedig Rengar. Igen, és így, hogy hazatér egyébként Sang-Wan, már rögtön egy Curlfeed kalapácsot be is tud vásárolni majd a harcos kiegészítőhöz, tehát bónusz sebzés, illetve töltésidő csökkentése már van ennek a tárgynak köszönhetően, ez mindenképpen jó jel Rengarnak. Nagyon kevés életereje van Perksnek, nem tudtak abból csúszni, srácok. Így Miki nagyon jól védte ki ezt a rajtaütést. Igazából manája sincsen Perksnek, életereje sincsen, úgyhogy bizony vissza kell vonulni, nincsen gyilkosság a középső ösvényen. Nem, és ugye az előző mérkőzés alapján egy Rubin kristályt vásárolt, tehát valószínűleg a kalapácsot akarta ugye első tárgyának befejezni. Most kíváncsi leszek, hogy elmozdul-e esetleg hogy egy átoknyelő irányába, vagy ugyanúgy a hármasek hatalmára helyezi a hangsúlyt. Viszont még inkább maradt ki, kicsit kinn az ösvényen, látja, hogy Miki sem ment még haza. Ő mindenképpen majd istennők könycsepét biztosan be fog vásárolni, és egyelőre kihasználja azt, hogy volt nála még egy őrszem. Úgyhogy agresszívan a déli dzsungelba helyezi ezt el, miközben Trick érkezik a felső ösvény, és semmiféle rajta vagy rálátása Lindarangnak nincsen. Miközben jó a villanás és a nyugzás, és a halálos ítélet is. Miti, nagyon rossz irányba mész, édes egyetlenem. Kifárasztás alatt még a vastagbőr ideig, óráig tartja őt, viszont Sven nem fog tudni hazamenni. Sang-Wan azt mondja, hogy vadászat izgalma, és mehet, miközben Sang-Hoon, aki ki tudja lassítani igazából Mitit, és végül a gyilkosságot. Gangplank ultia fejezi be. Meglépte a 6. szintet, és rögtön rápakolt a szegény visszavonuló Mitire. Így 2 darab gyilkosságot elhoz a Rocks Tigers, és nem tudom nem azt mondani, hogy egy ilyen hosszú szünet ne befolyásolná a játékosok teljesítményét, mert biztos vagyok benne, hogy sokkal idegesebbek, sokkal frusztráltabbak, hogy ennyi időt kellett gyakorolni, közben jön a vonatozás, és a hegysárkányt is el fogja hozni a Rocks Tigers. Kicsi káosz uralkodik most a G2-nál. És félek azt mondani, de biztos, hogy közre játszik a szünet is. Igen, valamiféle kiadással mindenképpen kell lennie ugye a meccsre, vagy legalábbis a játékosokra. És ugye, hogyha jól tudjuk, akkor a G2 oldalán voltak ezek a fajta problémák, tehát ők voltak azok, akik talán ilyen szempontból kicsit idegesebbek lehettek. Hát igen, minden rossz, és akkor utána még Xpectnek is elromlik a klaviatúrája, tehát igazából olyan kicsit már, mint hogyha minden össze esküdne ellenük, igen, pontosan, miközben Perks fog kapni majd egy kéket, illetve ő rendelkezik a csomaggal, és első hazamenetele után ragyogást, illetve egy hosszú kardot tudott vásárolni, ezzel szemben Miki Negatron palástot is a könycsepp mellé megvásárolt, illetve olvasó könyve is van. Jó a sebzés Mikitől, és a kifárasztás az kulcsfontosságú. Perksnek el kellett használni a csomagot, így nincs meg a gyilkosság, illetve a kővédermesztés is csupán lassított. Igen, viszont ugye amiről még hát egy jó pár órája, most már több mint 2 órája beszéltünk, hogy ez a méregfelhő, ez nagyon jól jöhet majd ugye Mikinek a 3 lövészes kompozíció ellen, illetve ugye azért is, mert egy expect sem tud majd rácsúszni az árnyékugrással. Egészben őrszemet takarít Perks és Trick. Igen. És ezek a sebzések egyébként mindig olyan hátrányba fogják helyezni Perks-öt, hogy abszolút dominálni tudja majd Miki az ösvényt, hogyha ezekkel a képességekkel folyamatosan ilyen jól talál, miközben Sang-Wan találja meg azt a őrszemet. Ja, semmi, csak kicsit összegabajodtunk itt a nagy kábelekkel. És őrszem takarítás közben a Rocks Tigers oldaláról, ez már a második, ez viszont már a harmadik, az pedig a negyedik. Tehát ez most konkrétan egy 20 másodpercen belül 4 őrszemet vettek el a G2-tól. A milyen szinten makró játékban most abszolút a Rocks Tigers oldalára billenti a mérleget. Legyen egy visszajátszás. Visszajátszás, Sven próbálna hazaérkezni. Sang-Wan kihasználja az adódó lehetőséget. Befejezi Miti pedig ugye, aki nagyon-nagyon
más felé kóborolt, és ugye már elvillant egyszer, hát belehal abba a Gangplank végső képességbe. Sangyun egyébként szerintem azért felesett, hogy még alaptámadás távolságban legyen, és ezzel tudja esetlegesen befejezni Mitit, viszont elég gyorsan csúszkált ott a harcsa abba a folyóba. Úgyhogy így csak a kivirágzással tudta eltalálni, de cserébe azért egy támogatást mindenképpen megszerzett is. A sújtások ismételten ezen a mérkőzésen is, mint Tricknél, mint pedig Sangwannál a nyomolvasók sújtása, azaz őrszemeket pakolgathatnak folyamatosan, és nézd meg, milyen pressure-je van Mikinek. Viszi föl a minionokat, amit Perks azért szépen le tud farmolni, de azért Miki ott hagyhatja akár a saját ösvényét is. Mert minion előnyben van minden, amit akarsz. Igen, és egyébként viszonylag nagy biztonsággal tolhatja ugye ilyen esetekben előre az ösvényt, mert Sangwan nagyon nagy hangsúlyt fektet az ellenfele déli dzsungel részére, úgyhogy igazság szerint, hogyha érkezne is ugye egy rajtaütés, akkor lefelé bármikor menekülhet, onnan nem érkezhet számára semmiféle meglepő dolog. Az északi dzsungelt ezzel szemben eléggé hanyagolják, legalábbis a Rocks Tigers oldaláról mindenképpen. Láthatjuk, hogy a G2 két őrszemet is elhelyezett ott a szurdok hírnöke körül. És alapvetően jó választás megint csak Sangwannál az, hogy egy tolvaj súranóra ruház be. Mindenképpen fontos Trick, Zven, illetve valamennyire Perks sebzését is redukálni. Zvennek van kevés élete, ki pedig elhasználja a lencsét, amivel most Miti jelenetben rendelkezik, és halálos ítélet nem talál, nem úgy, mint a nyelvcsapás, és ezt követően a visszatérő bumeráng csakram. De ettől függetlenül szerintem már elég pénze, és hát, hogyha nem jönne Rengar, akkor akár még haza is mehetett volna. A Rocks Tigers alsó ösvény. Viszont így egy rajtaütésnek lehetünk akár szemtanúi, hogyha Perks levándorol egészen az alsó ösvényig, de nem, ezt nem teszi meg, csak egy kis rálátást szeretett volna biztosítani, vagy kiharcolni, és Trick megtalálja ezt az ellenőrző őrszemet, amelyet ebben a pillanatban ki is takarít, majd ugye megkezdheti a saját Vrösszeder erősítését, de Mitire? Nagyon jó, Mitire talál a halálos ítélet, utána még kijön a doboz is, el kell villannia a nagy harcsának, miközben egyébként Sangwan, aki villan Zvenre, de jön X-Pact és az ő végső képessége, Miti pedig ultival menekült, szeretnék megfogni Rengar, de a felbőszítés nem talált innentől kezdve. Hát a visszafordulása a G2-nak sikertelen volt. Attól függetlenül villanásokat áldoztak azért, hogy életben maradjanak konkrétan. Igen, és azáltal, hogy Sangwan azt választotta, hogy ő Zven szivírére megy rá, és gyakorlatilag ignorálja Mitit. Ezáltal igazából egyikre sem tudtak elég sebzést kiosztani, így ugye Mitinek is lehetősége volt végső képességével elmenekülni, amelyet nagyon jól ki is használt. Perks pedig már megint csak csomaggal rendelkezik, ez akár ajándékcsomag is lehet az ellenfél számára, hogyha egy-egy gyilkosságot tudna ez esetleg elhozni, kihasználja mindkét felsősvényes a teleport képességét, X-Pactnek nagyon jó a hordó leütő, vagy a hordó leütésnek a használata, eddig mind a kettőt le tudta ütni, így viszont Lindrangnak nem lehetett robbantani. Perks érkezik a felsősvényre, de itt van kis cicus is még hozzá pirossal. Lindrang lehet bajban, a saját torny alatt nem talál a nagy rakéta, illetve még a foszforbomba sem. Sikertelen rajtaütés, és el kell használnia ismét a csomagot még hozzá menekülésre. Az még hagyjám, de még a mézvirágot is fölzabálta a kicsi Urf. Trick pedig takarítja az ösvényt, ne tolódjon fel konkrétan a torony alá, illetve neki is legyen egy kis bónusz farmja. Én ezt talán nem volt a legjobb kezdeményezés Perks-től, hogy még akkor talán jobb lehetett volna, ha Sangwan nem érkezik, de Sangwan ott volt a közelben. Most viszont Trick lehet az, aki megpróbálkozhat egy felső ösvényes rajtaütést, és ha meg is próbálkozik, az árnyékugrás ugye jól sikerült, és X-Pact ugye próbál is tankolni, amíg csak lehet. Viszont Trick ezt nem tudja kihasználni, és nem tud elég sebzést kiosztani. A sősvényen fél életerőn van már egyébként. A torony gyönyörű szép a halálos ítélet Zverre, de nincsen lekövetés.
Hát ennyi. Ezt legalább megmutatta ki, hogy erre mindenképpen képes, főleg úgy, hogy Sven semmiféle rálátással nem rendelkezett. Igen, viszont azáltal, hogy Trick megmutatta magát a felsősvingen, igen, Seng van remekül és könnyedén elhozhat magának még egy hegysárkányt, illetve csapatának is, ezzel már két hegysárkányon rendelkezik a Rocks Tigers csapata. És amúgy is, ugye alacsony életerőn volt az alsó ösvénytornya. Jó a nyúzás, majd utána Gangplank végső képességből már nem fog tudni kimenni a kedvezven. Kettő gyilkosság eddig. Trick használja el végső képességét, hogy leszedje a minionokat. Ez pedig így kettő darab torony, kettő darab hegysárkány, ugye abból érkezett Seng Wan. És erre jóformán Perks az, aki valamicskét szeretne itt válaszolni. És még Miki lehet itt nagy bajban. Akinek a kifárasztás jó, a sebzés is elég. Hát közre fogta Trick, illetve Perks párosan. Megvan az első gyilkossága így a G2-nak is. Hát öröm az ürömbe, maradjunk annyiben. Igen, ezt szépen válaszolt a G2 csapat a jelen helyzetben. Mikinek nem volt sem végső képessége, sem pedig ugye villanása. A kifárasztását ugyan elhasználta, de ezzel már az életét nem tudta megmenteni, viszont a G2 csapata így sem tudott tornyot hozni. Ezzel szemben egy mélységi merülés, amivel Miti, illetve Trick érkez, és lehetne büntetni Lindarangot, jó a lassítás, amire egyszerűen csak azt mondja, hogy Skorbut ellenszere, és már is nincs meg. Jöhet behúzni a kiszticelt, itt van ki, hárman vannak a G2 oldaláról, ebből azért egy tank mindenképpen tudja állni a sarat, mármint Xpect, és csak a Bolab dobta ki Seng Wan Rengarja, de végül nincsen válasz lépés a Rocks Tigers-től, nem úgy, mint a G2-nál, ahhoz van az alsó ösvény tornyát fogja elhozni ennyi minionnal mindenképp. Igen, eléggé belehúztak a srácok olyan szempontból, hogy még csak a 18. percbe lépünk bele, de azért láttunk már jó összecsapásokat, ugye most már egy döntött tornyot a G2 oldaláról is. Hát sokat vártunk erre, de lényeg a lényeg, most már ez a mérkőzés, ez elindult, kijelenthetjük. És nem volt eddig semmiféle pauz, úgyhogy ez is, nem is le is kopog, amit az asztalon. Ki az? Hagyjuk. Harmadik tornyát hozzá közben a Rocks Tigers. Középső ösvényen még áll a külső torony. Viszont az alsó ösvény az, ami nagyon megszenvedte azt a rajtaütést, vagy azt a támadást, ugye ott a kettes szintűt is el tudták hozni. Visszajátszás! Visszajátszásban láthatjuk, ahogy mit kinek a húzása remek volt, és utána egyből gyakorlatilag villant, dobozt használt, nyúzást használt, mindent használt, Sven nem tudott semmit sem kezdeni. És, hát... és gyakorlatilag egyébként úgy halt meg, hogy még a gyógyítása sem ment ki. Mondjuk valószínűleg ugye már tudta azt, hogy neki itt az harangoztak. Az a durva, hogy na, ez már az igazi célpont fókusz meccs, tehát nézd meg ezt a játékot, minden egyes sárkányra kimozdulnak, amennyi tornyot tudnak, elhoznak a Rocks Tigersek, és még a szurdok hírnökét is megkapja. Na, megkapja? Csak megkapja, pontosan megkapja. Rengár Seng Wan így rendelkezik most ezzel az erősítéssel, ami neki kifejezetten jó. Perks, belenéztél babám ebbe, főleg úgy, hogy még itt van egyébként a Gangplank végső képesség is. Xpect jön egységben az erővel, illetve Miti is itt van. Ezt viszont így Miki nézheti be nagyon csúnyán, főleg, hogy jó, a felbőszítés Miti bekapja, majd utána befejezik Cassiopeiát. Lindarang kicsit későn érkezett, viszont a négy felvonás még él. Perksnak van nagyon kevés élettereje, őt be tudja fejezni Jean egy elegáns felvonással. Miti pedig három ember között nem sokat fog már tudni tenni. A vastag bőr még ideig óráig ellenállás biztosít számára, de ez akkor is 2-1 csere. Igen, ezen a mérkőzésen egyelőre azt figyelhetjük meg, hogy alapvetően ugye a Rocks Tigers csapata kezdeményez, bár most Sven elhoz még egy tornyot. Viszont ha túl is vállalják magukat, gyakorlatilag mindenre van válaszuk a G2-val szemben. Ezt figyelhettük meg ugye most is, hogy Miki igazából elszámolja magát, érkezett neki segíteni. Itt majd láthatjuk, hogy becsapdázza Perks-t. Ez nagyon-nagyon szép volt. Tehát konkrétan ezt, hogy... Igen, végső képesség, pár a felhő, már fogaz, megérkezik ugye Lindarangnak is a végső képesség, és csak az étségben az erő az, ami igazából megmenti az életét, illetve hát ugye nyilvánvalóan a villanása. Itt ugye hármasba befogják, láthattuk, hogy a kis rakéta elől Miti még éppen bekapja, viszont érkezik a Rocks Tigers Dozer, a halál négy felvonása, amit elibe is kapja Burst,
Majd ugye Mitty igazából egyedül már nem tud mit csinálni. A végső képességével sem tudta ugye kimenteni önmagát és középső ösvényesét. Pontosan. Háromság hatalmák pedig elkészültek azoknak a hősöknek, akiknek erre szükségük van, mint Lindarang, mind pedig Perks rendelkezik ezzel. Aztán az éj kardját pedig Sang Yun tudta befejezni. Ugye az ő négy felvonását igazából nagy kérdés, hogy ki fogja majd beállítani. Mitty van nagyon nagy barkban, Perksnek próbálja még Sang Yun kizónázni kifárasztás alatt, miközben Rengar ugrik folyamatosan, de Perks a helyénél van, itt kettő gyilkosságot tud elhozni. Korkival jó ütemben érkeztek a kifárasztások. Gyógyítania is kellett Sang Yunnak. A G2 válaszol. Igen, egyrészt, ahogy mondtad, a kifárasztások nagyon jók voltak, illetve Perks most a csomagját talán a legjobb helyzetben tudta elhasználni. Három embert állított meg vele, akiket ugye le is tudtak követni, és bár elvillant Mitty, bár elvillant ki, igazából nem ki, de Mittyt nem tudták megmenteni így sem. Megjön a sárkány! A harmadik sárkány pedig egy felhő sárkány lesz. Nem biztos, hogy a két hegy sárkány után ez egy olyan célpont, amire a Rockstar-os csapatának feltétlenül ki kell, vagy ki akarnak mozdulni. A visszajelzésben ugye láthatjuk, ahogy Perks a csomagjával elég jó helyen van, és ugye amikor rálátás szerez arra, hogy igazából ott van mindenki a Rockstar-től, akkor ezt bátran is használja, és ugyan Tahm Kench-et sikerül befejezni. Song Wan már igazából csak azért ugrik, hogy hát ha még valamit menthet a helyzeten, de olyannyira nem sikerül ugye menteni ezen a helyzeten, hogy még utána középső ösvényesét is elveszítik. Ez így van, úgyhogy igazából most a G2-nál Perks Korkiában meglehetősen nagy sebzés rejlik. Igen. Második tárgyát is nem sokára majd befejezi. Mélységi merülés Rindarangnak van villanása. Át is kell villannia, így. Ezzel most nem rendelkezik Gangplank. Egy mélységi merülésért, meg egy vadászatonért még akár bele is férhetett ez. Igen, viszont ugye meg kell említenünk azt, hogy Cassiopeia középső ösvényén hiában van 0-3-as statisztikával. Ettől függetlenül van sebzése, és nem szabad figyelemben kívül hagyni. Ugye mert láthattuk az alsó ösvényen is, hogy Perks gyakorlatilag csak expectancy-ben az erejének köszönhetően élte túl ezt a kezdeményezést. Még most Mitty talán megint próbál csapdázni, annyira csapdáz, hogy igen. Ez a végső képesség kombó, vagy igazából önmagában Mittynek a sebzése bőven elég volt ahhoz, hogy ki befejezhesse a G2 lövészét. Hát erre már se vettem a szót, miközben a négy felvonás érkezik, Perks tankolja az elsőt, a másodikat, a harmadikat, viszont a negyedik is belé is sebez, de azért Mitty beállt egy picit elé. Egyelőre az arany különbséget kéne valahogy ledolgozni a G2-nak, ami azért nehéz, mert jóformán minden egyes ösvényen kivéve a középső ösvény minion előnyre, tehát a farm előnyre tett szert a Rockstar-os csapata. Ojjjjjjjj, Mittyre ugrik rögtön Mitty is itt van. El kell bizony villannia Tahm Kench-nek. Hát azért az elég félelmetes, amikor Rengó cica egyszer csak így rádugrik a semmiből. Miközben például Perks lehetne most bajban, Tricknek jó a sebzése, Kire, aki még túléli, viszont Mitty ezt már így nem fogja. Annak köszönhetően X-Pactnek talált a felbőszítése, Sang Wan lehetne bajban, de ő el fog tudni ebből menekülni. Lindarang babán pedig a felső ösvényen próbálja vinni a minionokat, neki nem volt most végső képessége, hogy beleszóljon ebbe a csatába. Igen, az arany különbség ledolgozására pedig talán a legjobb módszer a mérkőzés jelen szakaszában, adott esetben egy barannasor elhozatala. És ugye fontos megemlítenünk Mittyt, aki ugye Cassiopeiával játszik, aminek nagy a sebzése, ennek ő is tudatában van, viszont talán pont emiatt rendszeresen túlvállalja magát, ennek köszönhető már a négy halála is, mert befejeznie igazából éppen hogy soha nem sikerül senkit, viszont aztán utána megérkezik a G2 csapata, mint csapat, legalább két-három támogató személyében, akik ugye onnantól kezdve könnyen elkaphatják őt. Na most nagyon kíváncsi leszek, hogy ki például befejezi-e, vagy megépíti-e
a talizmánt, ugyanis megvásárolta az alapkövét ennek a talizmánnak. Egyébként nem lehet rossz. Egyrészt a bónusz páncél, ami ennek a tárgynak az átalakítása után érkezett, jó lehet a sebzésnek egy kicsit a redukálására, illetve a bónusz gyorsaság, amivel kezdeményezhet akár egy Rengar, akár egy Cassiopeia, ez mindenképpen jó lehet így a csapat számára, csomaggal pedig perks rendelkezik. Ha ezt jól ki tudja használni a G2, akkor akár egy Baron Nashorra is kifordulhat, ez természetesen abban az esetben, hogyha egyelőre nem őt ölik meg, a kivirágzás nem köti helyhez, csak sebzi őt, piszkálódik a G2 egy kicsit, illetve letakarítja a középső ösvény minionjait, és kiegyenlített egyébként a G2 toronyállásban, tehát mindaz az arany előny, ami jelen esetben van, az Perks, aki kezdeményez, de nagyon rossz oldalára kerül, viszont rájön a Shen ulti, de ettől függetlenül eddig egy egyes a csere, ki hal meg, így kettős gyilkosság Svenen, 2-1 és Lindrang lehet nagyon nagy bajba, szép Sven játéka, viszont Rengar úgy ugrott rá, hogy nem szégyelte, aki felbőszítés miatt valószínűleg ebből már túlságosan kimenekülni nem fog, főleg, hogy a Randuin őt lassította folyamatosan, Lindrang és Miki fordul vissza Mitire, teljes a káosz, ott jobbra-balra járkáltak a játékosok. Miti, édes egyetlenem, el tudsz még innen menekülni, átvillan Miki, kifárasztás is, így viszont meg kell Mitinek is halnia. Hát mindent kihasznált most a Rockstigers ahhoz, hogy ezt nagy nehezen, ezt a csatát megnyerje. De végül is azért nyertek. Igen, pedig a G2 csapata nagyon jól kezdeményezett. Itt láthatjuk, hogy Perks megérkezik a csomaggal, egyből kifáraszt a Sangyunt. És ugyan Gangplank próbálja ugye a végső képességével védeni a csapattársait. A G2-s dozerrel nem igazán tudnak mit csinálni, hiszen a lekövetés az ugye működik. Viszont itt fordul a kocka, mert Sangyunban, illetve Sangwanban és Lindarangban rendkívüli sebzés van, és Mikivel nem foglalkozik senki. Egyszerűen teljesen ignorálták egészen odáig, ameddig lehetett, viszont gyakorlatilag teljes életerőn sebzett onnantól kezdve, hogy megérkezett. Ennek köszönhetően ugye sikerült fordítaniuk ebben a csapat küzdelemben. Pedig ez most az elején, legalábbis itt most, nagyon a G2-nak állt a zászló. Lord Dominicus üdvözletét küldi, méghozzá Lindarang személyében, ő vásárolta meg ezt a tárgyat magának harmadik tárgyként. Míg Sangwant én azt mondom, hogy becsülöm és tisztelem. Ő nem az a brutál off-tank Rengart játsza, oké, vásárolt magának egy holtakvértjét, érthető ennek a ellen a csapat összeállítás ellen, viszont nem sokára lesz egy Yomu szellemkardja is. Tehát sebzés még azért jön arra a Rengarra, és ez mindenképpen jó, mert így azért bőven tudja majd a lövészeket büntetni. És az arkangyal pálcáját pedig Miki fejezte be. Perksnek szeretnék most már ezt a tornyát nagy nehezen bejutni a Rockstigers-esek, de nem tudják ezt egyelőre, mert jó a védekezés, illetve a felbőszítés is szép. A hordót még ugyan le lehetett robbantani, elhasználja Yomu szellemkardját. Lindarang X-Pact ebben nagyon belefutott, és nem biztos, hogy túléli. Pontosan, igaz, itt van trick, de ez nem volt már elég idő. Jó egyébként a gyorsítás, a hordót le lehet lőni, viszont ez eddig egy Baron Nashor kezdeményezés a Rockstigers oldalára. Sven, aki nagyon szépen fordul vissza, így viszont Mikit lehetett megölni. Sangwan még ugyan kiugrik Perksre, de ő valószínűleg azt a mennyi sebzés volt abban a korkiban, de végül Miki mentése sem lehetett sikeres, ugyanis most odafigyeltek Mikire, viszont a hátul lövő folyamatosan érkező sebzésre, ami Jin-től jött, az nem volt meg, Lindarang pedig nagyon jól tudott jönni egy teleporttal, amire X-Pactnek semmi esélye nem volt. Hát halott volt. Igen. És így ugye nem is egy, hanem nagyon úgy tűnik, hogy két tornyot tud elhozni a Rockstigers csapata, illetve, hogyha akarnak, akkor benevezhetnek a mérkőzés negyedik sárkányára, ami a harmadik hegy sárkány lesz. Innentől kezdve, hát ember legyen a talpán, vagy G2-s, aki meg tudja állítani a Rockstigersnek gyakorlatilag bármelyik célpontra való kezdeményezését. Hazamennek. Nem viszik. Hazamennek végül, egyébként le is buktatta egy kék X-Pact-től, és elkezdi a G2 közben a Baron Nashort. 7000 életem van, a Baron Nashor megjött. Sangwan, aki így nem tudja rárobbantani trikre azt a kis
hordót, 2000 életen van a baronnasor, és elsújtja közben Trick, úgy megvan a G2-nál a baronnasor, viszont ha ebből meghalnak, akkor ez kvázi semmire nem volt jó. Vadászat izgalma ráulik Svenre, visszább kell vonulni, kevés bizony. Az az életerő, amivel Sengwan túléli ugyan, Trick szeretné még egy kicsit becsapdázni, viszont nem talál a végső képességgel, nem nagyon láthatta, hogy merre van éppen Rengar. Egy gyilkosságot elhozott a Rocks Tigers ugyan, de a Baron Nashor a G2-nál landolt, ami maximum annyiban lesz jó, hogy most védekezni könnyebben tudnak majd a srácok. Hát igen, ha másra nem is, akkor a védelemre jó, és ugye egy támogató beáldozásával ez azért nekik bőven megérte, még akkor is, hogyha a Rocks Tigers most viszont elhozza ezt a hegysárkányt. Mm-hmm. Igazából a G2 csapatának ez úgymond kötelező hívás volt. Hazamentek a Rockstar-Gers játékosai, ezt ugye ők látták a sárkány odujában lévő őrszem miatt, mm-hmm. vagy pásztázó lencse miatt, és igazából megragadták a lehetőséget, ebből most jól jöttek ki, és viszont most már nem csak, hogy védekezhetnek, de akár-akár elkezdhetik tolni ugye az ösvényeket, nem csak a középsőn, hanem mondjuk a felsőn, vagy akár az alsón is, ami ellen azért Linderung most éppen tesz, hogy az alsó ösvényen ne tudják feltolni a sávot. Most érdekes lesz, amikor csattan a vadászaton, illetve rácsattan egyébként még a talizmán is, tehát mindkét csapatnak most van egy olyan lehetősége, hogy brutálisan gyorsítsák játékos társukat, Sengwannak kell kijebb jönnie, viszont nagyon jó a helyhez kötés, Trick-től így nincsen lekövetés a G2 részéről. Sengwan abszolút agresszívan játssza ezt a Rengart. Legutóbb ilyet egyébként tegnap Darciktól láttam, úgyhogy jó lesz ez, és a végén, ha jó, minden igaz, meg is nyerte azt a meccsét, úgyhogy egyelőre a Rocks Tigersnek és nagy lehetőségei vannak, visszajátszás. Igen, itt láthatjuk, amikor Mikinek ugye a végső képessége nem talál Svenre, mert azt nagyon szépen levédi egy pajzsal, és gyakorlatilag csak ennek köszönhető az, hogy egyáltalán két gyilkosságot el tudtak hozni, majd utána a halál négy felvonása az már pusztított. Két embert is sikerült vele eltakarítani. És ugye ahogy az előbb egy 4-3-as cserét tudott foganatosítani a Rocks Tigers csapata, úgy most egy 4-2-t mondhatjuk. Én úgy hallottam, hogy inhibitor, vagy valami, mintha pusztult volna, nem? Mármint, hogy közben megy a visszajátszás. Tehát ez még a visszajátszás. Lehet. Egyelőre ugye ezt nem látjuk. Hogy mi történt? Nem. Nem volt inhibitor. Viszont halál négy felvonás. Abszolút, sőt, Sven rögtön meg is hal. A harmadik felvonás eltalálta, rávillan konkrétan Rengar. A második gyilkosságra viszont kifárasztás alatt ő már nem tudott elmenekülni. Perks az, aki még él. És hol van Xpect? Hol van Xpect? Perks még elhoz egy gyilkosságot. Ez mindenképpen becsülendő az ő részéről. De hol van Xpect? Hol van a tank? Hol van Shen? Hát így nem tud a G2 harcolni. Még az a csoda egyáltalán, hogy el tudnak hozni gyilkosságokat, mert hogy ott van Perksnek a korki, aki iszonyat mód sebez. De egy ilyen kompozícióban nem elég még Miti. Nem, viszont lehet, hogy már késő is lesz, bár talán az még húzós lenne kifejezni, vagy kimondani, hogy a Rocks Tigers megpróbálja befejezni ezt a mérkőzést. Nem, visszább is vonulnak. Viszont igen, Xpectnek az egységben az ereje, hogyha ugye nem tud érkezni, akkor hiába van neki őrangyal. Itt láthatjuk, hogy az első sezés levédizven a kivirágzást, de utána ugye az a pajzs csak egyre jó, és Sengwan érkezik, darál, és igen, persze, a sebzést ugye elszenvedi Perkstől, közben ugye Miti meghal a mérgezésbe. Elhasználta teleportját közben, ugye, Xpect. Elhasználta még a baronnasornál. Xpect? Igen. Na most teleportált ide föntre a csata tetejébe kb. Oda teleportált volna, csak megszakította a teleportját. És elkezdett sétálni fölfele, tehát hogy oda jöhetett volna. Hát én csak az egységben az erőt láttam, hogy az egységben... Mindegy. Lényeg, hogy nem tudott jönni, nem. Miközben Trick lehet megint csak bajban. Itt van az a bombó kombó, amivel nem tud igazából mit csinálni a G2. Négy felvonás, Gangplank ulti és folyamatos CC Key-től, illetve Sengwantól. Ehhez még Miki sem kell, tehát hogy igazából ezt négyen
lazán be tudják húzni. Igen, és itt láthatjuk a Gangplanknek azt az erősségét, hogy gyakorlatilag bármilyen kezdeményezést meg tud támogatni, és nagyban hozzá tudja segíteni ezt ahhoz, hogy az eredményes legyen. 6-0-10-es az a Gangplank, aki egyébként Titán Hydrával is, és Terek kihívásával is rendelkezik most már. Hát ő már full build. Ő igen. Teljes mértékben. Még akár az is lehet, hogy majd eladja a cipőjét, de nem biztos az, hogy egyébként ez a mérkőzés el fog egyáltalán tartani odáig, hogy ezen ténylegesen elgondolkozzon. Mert itt most egy következő csapatharccal a Rockstar csapat ezt a mérkőzést könnyen befejezheti. Ezzel egyetértek. Fősősvényre fordul közben a piros csapat. Szeretnék elhozni az utolsó kettes szintű tornyot is. Ez meg is történt. 1 perc, 15 másodperc múlva pedig Baron Nashor fog érkezni az idézők szurdokába. Így akár erre hazamenetel után ki is fordulhat a Rocks Tigers. Hát, illetve ugye egy ősi sárkány is. Azaz. És hogyha ezekre a célpontokra a G2 csapata nem tud kilépni, akkor gyakorlatilag fel is adhatják, mert esélyük nem lesz ezt kivédekezni. Egyrészt olyan előnyben van a Rocks Tigers csapata, már ugye ami az arany előnyt is illeti, amit nehéz lenne visszahozni, vagy ledolgozni egy csapatküzdelemben. Másrészt pedig mindenféle kezdeményezés, vagy minden... Ha nincsen expect a csapatával, akkor biztos, hogy nem nagyon tud nyerni a G2 egy csapatküzdelemet. Hát igen, viszont pont egy Lee Sin, pont egy Shen az, aki valószínűleg nem lesz ott, vagy hogyha ott lesz, csak később fog érkezni. Ajjaj. Ez szerintem most itt mi történt? Na miért állt meg a kis feedünk? Közben ráfrissítek. Hátha. Mondom, hátha. No. Időközben történt. Hát időközben volt egy iszonyat csapatharcszerűség. Linderang éppen most hal meg, miközben a csapat jó, a többi része a Baron Nashort szedi éppen. Addig nyugodtan mondja, de még én megpróbálom ezt itt megoldani. El is hozták, igen, a G2 csapata nagy erőket mozgósított, hogy az alsó és vélyen Linderangot befejezhessék. Ezt a Rockstigers köszönte szépen, odaadták Linderangot, elvitték a Baron Nashort. Most éppen az ősi sárkányra mozdulnak ki, és ezt már lereagálja a G2 csapata, azonban kezdeményezni nem tudnak. És megkezdődik a táncolás az ősi sárkány körül, amit viszont a G2 csapata kezd el szedni, és ugye Linderang még egy jó 20 másodpercig nem lesz elérhető az idézők szurdokában, tehát hogyha valamikor szeretné ezt a célpontot elhúzni a G2 csapat, akkor azt most kéne megtenni. Pontosan. Expect jó, és a kezdeményezés egyébként. Expectre is megpróbálom visszaadni a képet. Expect még egységben az erővel szeretne menni, viszont időközben Perks-re tudta levadászni. Sanguan és Miki is meghalt. Ki lesz az ősi sárkány? Elsújtja a Rockstigers, így ők lángolnak. Trick is belehal közben Sangyun sebzésébe. Neki nem volt ideje. Wow, az mondjuk egy elég nagy pofon, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy így azon a rávillant Sven, azzal a kvázi gyilkosságra, csak kár, hogy volt egy űrangyal Lindarangon, a középső ösvényen pedig bedöntik az inhibitort. Sven, aki ezértként elég jól tudna minionokat farmolni, de hát... Csíha. Az első Nexus torony így mindenképpen dől. Viszont a pattogó pengékkel még egyelőre nem nagyon tudnak mit kezdeni a Rockstigers játékosai. Egyelőre egy Nexus védő tornyot döntöttek meg. Ősi sárkány, illetve hogy a Baron Nashort is elhozták. Mélységi merülés közben kétem mit érkezik. Azt hittem, hogy jön már vele valaki, de Expect is elég jó távolságban van. Nincsen villanása, úgyhogy nem tudta felbőszíteni Lindarangot. Talán most véget is ér itt az adok-kapok, illetve a lekövetés. Közben a felsősvényen elhoztak a minionok egy kettes szintű tornyot. Visszajátszás! A visszajátszásban ugye láthatjuk azt, hogy a G2 csapata szedi az ősi sárkányt. Be van zárva mind Expect, mind Trick, de őket ez annyira nem zavarja, mert a megváltással visszanyerik az életüket. Expect pedig kezdeményez
egy villanás árnyékugrással Sang-hyunra. De amíg ugye őt próbálják lekövetni, addig Sang-wan befejezi a G2 középső ösvényesét. És igen, szintelőny ugye nincs a Rock Tigers dzsungel esélyénél. Ettől függetlenül mégis ő az, aki el tudja sújtani az ősi sárkányt. És Strixnek nem ment ki a sújtása. Nem. Sang-wan nagyon jól érkezett, és végül is Sang-hyun villanása miatt meg lehetett büntetni még trikkéket is. Nagyon szép volt a távolról való piszkálgatás. Három darab űrangyal lesz majd lassacskán elérhető a Rock Tigersnél. Ki is mehet most már be az egészbe? Mi? A vadászat izgalma, ami beindult. Védeni kéne a lövészeket, hogy ne tudjon beugrani kicsi Rengo. Nem látják, hogy merre van. Ott van a kis jelzés Perkson. De lehet, hogy ezt hanyagolni kell. Nagyon jól mozgott most a G2. Egy csomagban volt, hogyha még oda be is ugrik Sang-wan, akkor valószínűleg halál fia. Alsó ösvényre, illetve a felső ösvényre kell egy kis figyelmet szentelnie most a Rock Tigersnek. De most azzal, hogy megint csak eljutottunk a 40. percbe, lassacskán már az az aranyelőny, amivel a Rock Tigers rendelkezik, el fog fogyni. Ugyanúgy meg lesznek Svennek is a tárgyai, megjön a sebzés mindenkihez, illetve kellően tankos lesz majd Xpect is. És eljöhet az a része a játéknak, hogy a Rock Tigers bármennyire is uralta ezt a mérkőzést, mivel időben nem tudta befejezni. Igen. 2800. Egy ásszal mérkőzés végét jelenteti bármelyik csapatnak. Abszolút, abszolút. Egy ásszal be is tudja fejezni egyébként a G2 is ezt a meccset. Míg egyébként a Rock Tigersnek nem feltétlen kell ász, maximum csak azokat a sebzés hordozókat kell letakarítani, akik így a minion hullámokat, mint például Trick Perks vagy Zván gyorsan tudják takarítani. Igen, itt szerintem ez ugye azon fog múlni, hogy el tud-e kapni egy embert egyedül, vagy hát effektív egyedül a Rock Tigers. Mert ugye Linda Rank az ilyenfajta kezdeményezéseket megtámogathatja, hogyha ugye Miki találkozik szembe valakivel, akkor gyakorlatilag ellehetetleníti azt, hogy el tudjon menekülni. Ezzel szemben a G2-nál, ugye ahogy Shen-nél is, azt kell, hogy mondjam, hogy egységben az erő. Mert ajaj, Lindarangra érkezik Miti, itt van Trick, itt van még közben Perks is, Lindarang pedig... Óha! Ez most komoly. Azt hittem, hogy haza tud menni, miközben hát haza mehetett volna, ha akar. Haza mehetett volna, rá akarja robbantani a hordókat egyébként Perks, ami végül is nem sikerült. Az alsó ösvényen megindul az offenzíva a Rock Tigers részéről, itt van Ki, nem lehet X-Pectre fordulni, mert ő mégiscsak egy Shen, ő egy tank, nem biztos, hogy őt kéne kifókuszálni. Így a Rock Tigers végül visszavonulót fúj, maradnak azért az alsó ösvényen ketten, de visszatért közben mindenki a saját bázisára a G2 részéről, Lindarang pedig a felső ösvényen hozza majd a minionokat, szépen lassan. Igen, a Rock Tigers ugye gyakorlatilag az egyetlen követhető taktikát csinálja most. Középső ösvényen bedöntötték az inhibitort, arra ugye már rájöttek, hogy valószínűleg most egy 5v5-ös csapatharcban nekik nem biztos, hogy ez a legjobb a szép megoldás. Viszont az alsó és a felső ösvényt az bátran tolhatják előre. Alapvetően szépek sebezmezben is láttuk ott a pattogó pengikkel, hogyha azok kritikusban találnak és végig tudja dobálgatni egy csapatküzdelmet azzal a civilrel, akkor rettentő brutális lehet az ő sebzése, ezért jó egy civil, Miki lehetne bajban, mit ide érkezik az egységben az erő kifárasztás és a felbőszítés is talál, viszont Xpect így beragadhatta ilyes mértékben egyedül. A megváltás jó, de Svennek kell közben villannia. Ugyanúgy Mitinek is visszafordul. A Rock Tigers jóval kevesebb életerőn vannak a G2-sok, meghalt a tank, a másik tank pedig hát folyamatosan eszi azt a sebzést. De újjáéled Rengár barátunk, akinek volt egy űrangyala. Így a két tank meghalt, viszont nem nagyon mehetnek tovább, maximum egy baronna sorra, mert pont az a három emberi, aki pillanatok alatt le fogja takarítani a minion hullámot, és nem jön visszajátszás, kedves nézők, mert baronna sort hív most a Rock Tigers, és erre Tricknek van villanása, van sújtása, illetve van rakéta is, de hát nem lehet ide jönni, majd most jön a visszajátszás. Hát vagy lehet, hogy csak a
Gillette logót akarták bevillantani. Ja, bevágni, érted? Ki tudja, uff, igen. Bevágták azt a Gillette pengét. Hát tudod, mint a Forma 1-es közvetítésen a reklám. Ami viszont biztos, hogy a Rockstar megszerezte a mérkőzés harmadik, negyedik baronna sorját. Kérdés, hogy ki tudják-e ezt most használni. Hiszen lassan, ugye éledni fog. Lassan? Nagyon lassan, azért még hosszú percek, mire éled a középső ösvény inhibitorja. Viszont eddig elég jól kivédekezte a G2 csapata ezeket az ostromokat. Most nyilván baronnasorral szemben nehezebb lesz. És erre jó egyébként a kompozíciójuk, hogy védekezzenek. Hát nekik jó, igen. Nagyon-nagyon jó. De amennyiben el tud kapni valaki, mondjuk Kay egy jó kezdeményezéssel, vagy esetleg Sengwan ki tud kapni egy lövészt ebből a hármas kompozícióból, már is fordulhat a kocka, az alsó ösvényre érkeznek. 3-1-1-es ösvénytolást figyelhetünk meg ismételten a Rox Tigers-től. Középső ösvényen megy Renger, felső ösvényen megy Lindrang, és háttérbe érkezik Expect teleporttal. Ez nagyon jó lehet, csak találni kell a felbőszítéssel. Songyunra megy rá, majd utána Mikit bőszíti fel, és Xpectnek nagyon kevés életeleje van, de megjön hátulról Sengwan, még meg tudja menteni Miti. Zvent, viszont a négy felvonás most indul, nincsen már tank, nincsen már Zven, nincsen már Trick. Ez pedig így egy ásznak kell, hogy legyen. Perks még el tud menni a Valkürrel, így ő túléli még ezt a csatát, viszont nem is toronyra, hanem Nexus védő toronyra indul a Rox Tigers. Ezzel pedig meg kéne nyerniük ezt a meccset. Hát Perks babám még csomaggal is vissza akart menni, de végül ász, méghozzá kristálytiszta. És a Rox Tigers megnyeri az első mérkőzését a BO3-nak. És így én úgy gondolom, hogy egy 5-10 perc múlva 4 óra körül elkezdődhet majd a második meccs. És majd azelőtt beszélgetünk arról, hogy mi is történt ezen a mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy örüljünk annak, hogy most úgy ment végig egy meccs, hogy nem nagyon volt akadás. Mármint a játékban ez a feed akadás az nálunk volt, de legalább kint nem történt semmiféle probléma. És bizony elhúzta a G2 ezt a játékot, visszajött a mérkőzésbe, de hát nem lehetett mit csinálni. Nem túl nagy volt a Rox Tigers előnye. Úgyhogy el is megyünk szünetre, amint kezdődik a második mérkőzésnek a választási és tiltási fázisa, akkor jövünk vissza. Addig is sziasztok! Sziasztok!